Tarnóczy Jakabot rendezőt. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. Szervusz! Szia! Isten haza család, ez tehát a cím annak a darabnak, amit most rendeztél. Mikor mutatták be ezt a darabot? Ezt október közepén mutattuk be, egy pár hete, úgyhogy nagyon új, de ezt még tavaly kezdtük el próbálni, szintén október közepén. 2020. decemberében lett volna bemutatója, csak hát pandémia, úgyhogy ez nem jött össze, akkor kezdtünk el rajta dolgozni, és akkor most folytattuk ősz elején. Ez egy teljesen új anyag, amit mi írtunk, én és Varga Zsófia, aki a dramaturgom általában az előadásaimban, és ezt együtt írtuk a színészek improvizációi alapján, illetve görög tragédiák alapján. Bizony nem egyszerű azért az a műfaj, amiben mozogtok. Antik drámákhoz nyúltok vissza, például Aiszkülosz, Euripidész műveivel operáltok. Hogyan állítottátok össze az előadást, és mi volt a legfontosabb szempont? Nekem ez egy régi tervem, nagyon kedvelem ezeket a nagy görög történeteket és a görög tragédiákat, és nagyon jól lehet velük olyan módon játszani, hogy összeálljon gyakorlatilag egy mini sorozat belőlük, mert összefüggnek ezek a drámák. Bizonyos nagy mitikus történeteket össze lehet úgy fűzni, hogy megtaláljuk benne az azonos szereplőket, akikkel közben történt egy csomó minden. Igen, eltett, mindig van egy hős, sok... mindig van egy áldozat. Egyrészt, másrészt meg visszatérnek alakok. Tehát mi most a görög mondakörből az úgynevezett átreidáknak a történetét gondoltuk újra, akikkel nagyon sok dráma foglalkozik. A három nagy tragédia költőnek, Euripidésznek, Szofoklésznek és Aiszkülosznak is több drámája van, ami ezzel a családdal foglalkozik. Ez egy nagyon nagy dinasztia, egy elátkozott dinasztia, és az ő, ennek a családnak a történetét több dráma dolgozza fel, annak különböző időpillanataiban, és mi ezt fűztük össze ezek. Ilyenek, ha ez ismerős bárkinek, hogy Ifigénia Aulisban, vagy a trójai nők, ugye ez a trójai háborúhoz is köthető ez a család, illetve aztán az Elektra és Orestész drámák, ami a leginkább feldolgozott, ezek mind egy család, és mi úgy döntöttünk, hogy szeretnénk belőle egy nagy történetet csinálni, egy három részes, egy triptihont. Triptihon, igen. Isten haza család. Na ez a hármasság, ez hogyan mutatkozik meg az előadásban? Hát úgy, ez onnan jött, ez a jelszó végül is, vagy ez a kulturális, nem is tudom, ige, vagy hármasság, ami szerintem kifejezetten a magyar kultúrkörhöz köthető, hogy az volt a célunk, hogy ezeket a görög történeteket, ezeket egy magyar család keretei között meséljük el. Húha, azért ez nem kis vállalkozás. Nem kis vállalkozás. Szóval a színészekkel végülis az volt a dolgunk, hogy a színészekkel együtt felépítettünk egy magyar családot. Ezek toposzok, ezek nagy alaptörténetek, amik aztán nagyon sok műben, színdarabokban, filmekben, nagy történetekben újra elmesélődnek, és ezeket mi most szintén újra elmeséljük egy magyar családnak a keretein belül, és így szintén ilyen archetipikus családi alakokat szedtünk össze. Tehát például mondjunk ilyen archetipusokat. Mondjunk archetipusokat? Hát például, mivel tragédiáról van szó, és színházról van szó, ezért természetesen feszültségekről van szó. Hát a fő szereplőink, ők egy nagy férfi testvérpáros, akik a mitológiában Agamemnon és Menelaosz, nálunk Árpád és Attila, és az ő feleségeik szintén testvérek, és az egyikőjüknek egy megromlott házassága van, és abban él hosszú idő óta, sok gyerekük van, és nem igazán jönnek ki egymással, és a másik hőjüknek a felesége pedig eltűnt, ő a
a Helené a mitológiában, akit a Páris elrabolt. Bár, aki miatt minden van. Aki miatt minden van, és az egész trójai háború kitört. Na, ez a Helené, nálunk Heléna, szintén megtalálható, aki itt hagyta Magyarországon Attillát, és most vissza kell őt szerezni. Tehát ezek a nagy alapkérdések, ezek mind megtalálhatóak, és valamiféle reális családi reggeliből indul az egész, de azért ebből összességében azért egy nagy mese lesz. Szóval úgy, ahogy ezek a mitikus történetek is tele vannak mesével, nagy alapigazságokkal és alapkonfliktusokkal, úgy ez is azért van egy emeltsége, és nem tudom, sok zenével dolgozunk, és egy nagy-nagy történetet mesélünk el végül ebből a kis családi vasárnapi reggeliből, amiből indul az egész. Hogy lép itt be a képbe Isten? Hát úgy lép be a képbe Isten, hogy ez ugye a görög kultúrkörben és a görög mondavilágban az istenek, mint olyan rettenetesen fontos tényezői a történeteknek, és ezeknek a drámáknak is, tehát hogy melyik isten üzente azt Agamemnon királynak, hogy akkor fognak szelet kapni a hajók a tengeren, és akkor jutnak el a trójai háborúba, ha megöli a saját lányát például. Tehát ezek, és hát sorra ilyenek, a végén az anyagyilkos Orestész sorsáról istenek döntenek, és Pallas Athéné menti fel. Tehát ez az isteni beavatkozás, az mindig jelen van, és hát nekünk ettől meg kellett szabadulnunk a göröktől, és attól, hogy itt meg legyenek személyesítve, akár a bizonyos drámákban fel is bukkannak ezek az istenek, és azt el is kell játszaniuk színészeknek. Nálunk ez nincs, tehát mi egy keresztény kultúrkörbe helyeztük át, ahol mint hivatkozási alap folyton jelen van, hogy az ember, hogy ezek az emberek miben hisznek, miben kapaszkodnak, akár ezekben a nehéz helyzetekben, mit magyaráznak félre, ami nekem egy mániám, hogy például a Bibliát ki hogyan értelmezi a saját szájíze szerint, és abból, hogy lesz valamiféle megrögzöttség egy tiszta olvasat helyett, hogy lesz belőle a gyűlöletet, hogyan tudja megerősíteni emberekben, hogyha azt a mondatot, azt én a saját oldalamra állítom, és felhasználom egy másik ember ellen. És mivel ezt egy sajnálatos jelenlévő problémának látom, és az interneten is sorra jönnek szembe olyan helyzetek, amikor látom, hogy a Bibliából úgy citálnak, hogy ez fel van használva valamilyen érdek szerint, vagy valamilyen érvrendszer szerint, és valakinek az értelmezésében van ott interpretálva. Szóval ez nagyon meghijeszt engem általában, és erre is láthatunk példákat ebben az előadásban. Ahogy beszélsz, egyébként azt érzem, hogy azért megnézve az előadást, biztos önreflexióra késztet egy picit, tehát lehet, hogy olyan diszonáns dolgokkal is szembesül a néző, ami a saját személyiségében is akár meg lehet, hogy azért lehetnek nehéz felismerések, na de ez a feladata a színháznak, nem? Hát ez a feladata a színháznak. Szerintem ez a feladata a színháznak. Igen, és hát van miről beszélni, és itt kifejezettem, nekem egy nagy élmény volt az, hogy a mélyre mentünk ennek közösen a társulattal, és nagyon sokat beszélgettünk egymás családjairól, és a feldolgozatlanságokról, és a traumákról, és a kibeszéletlenségekről, és a lappangó feszültségekről. A darabban az megjelenik, hogy pontosan ezek a ki nem mondott feszültségek, lappangó dolgok, ezeket egyébként a generációk hogy örökítik tovább, vagy hogy ez pontosan. Hogy megy tovább, hogy él velük? Hát ez egy nagy generációs történet, vagy több generáción átívelő történet, három felvonásból áll, ez egy ilyen hármas egység, és az első és a harmadik között nagyjából 15 év telik el, tehát ott látunk gyerekszereplőket az első felvonásban, akiket aztán felnőtt színészek játszanak a harmadikban, és halljuk azokat a mondatokat, amik elhangzanak a szülők szájából az első felvonásban, és látjuk, hogy aztán annak milyen eredménye tud lenni
a harmadikban, és aztán annyiban szintén hasonlít ez a görög tragédiákra, hogy viszont van valamiféle feloldás. Tehát, hogy valamiféle megoldás, tehát valami remény, feloldás azért van. És szeretet felé tartunk, csak ahhoz szembe kell néznünk a gyarlóságainkkal előtte, és szembe kell nézni azzal, hogy mennyi balgasságot követett el az ember előtt, és mennyi félreértésnek és lappangó feszültségnek lett az áldozata, és hogy hogyan nem beszélgettek ezek az emberek egymással, hogyan nem kommunikáltak, és csak folytották el ezeket a feszültségeket és indulatokat. És hát az indulatok azok olyanok, hogyha hosszan elfolytják őket, akkor aztán valami nagyon szélsőséges módon robbannak. Igen. Igen, tehát a beszélgetni tudás, egymással beszélgetni, ezt tényleg meg kell tanulnunk. Ilyen szempontból ez nagyon jó tanítás. Végül is mi a kicsengés most anélkül, hogy elárulnám, mert tényleg mindent a darabból, mert nem fognak elmenni a nézők, már mindent elmondunk, de tényleg mi a végső tanítás? De jöjjenek el a nézők, mert nagyon sok izgalmas dolog történik. De ez egy nagyon, nagyon színes előadás, és a második felvonás is egy másik országban játszódik. Tehát és van benne egy nagy utazás, ami ugye a trójai háborúnak és a trójai utazásnak felel meg. Szóval nagyon, nagyon sok mindent járunk be, és nagyon sok titka van az egésznek. Hát, hogy hova jutunk el? Talán egy következő kérdéshez. Hát egy következő kérdéshez, mindenképpen kérdésekhez jutunk el, de oda jutunk el összességében, hogy igen, kérdések tevődnek fel a végén egyébként. Kérdésekkel van vége az előadásnak, szó szerint is. Azok az utolsó mondatok, azok nagyjából 6-7 kérdés egyik ember a másik felé. Amikor a szereplőket kiválogattátok, akkor milyen szempontok alapján dolgoztatok? Hát én tavaly szerződtem le a Katona József Színházba, én előtte dolgoztam ott kétszer, és hát igazából itt 1000-nyi társulati szempont jön szóba, meg ilyen önös szempontok, hogy kik izgatnak engem, mint rendezőt, mint alkotót, kikkel szeretnék együtt dolgozni, kiknek adunk olyan feladatot, ami eddig nem volt nekik, vagy ami váratlan, szóval... Szereplők között ott van Ruyder Vivien például. Igen, Ruyder Vivien például, aki egy fiatal színésznő, és ők az igazán fiatalok az előadásban, Ruyder Vivien és Vizi Dávid, ők játsszák Elektrát és Orestészt, az eredeti történet szerint Elektrát és Orestészt, sőt más szerepeket is játszanak, mert mindenki többet játszik, vagy majdnem mindenki többet játszik. Azért ez ritka talán, azt lehet mondani, hogy rendezőként, ilyen fiatalon, ilyen nehéz témát választasz, ilyen nehéz, és nehezen megvalósítható, és nehéz gyökerekhez visszanyúló, gondolok az antik nagy gondolkodók munkáihoz visszanyúló dolgot szeretnél, témát szeretnél színpadra állítani. Ez mindig is ilyen jellegű érdeklődéssel volt elművészeteken belül? Hát én... A Színház és Művészeti Egyetemen végeztem 2 éve, és amikor lassan 3, és mielőtt felvettek, én Salgó Tarjáni vagyok, és akkor alakult ott a színház, mielőtt felvettek az egyetemre, és ebben én is részt vettem, és ott rendeztem egy előadást, vagy hát próbáltam rendezni egy előadást, természetesen ez egy amatőr ügy volt, az is egy Antigoné volt. Szóval az is egy antik darab, és aztán az első egyetemen kívüli budapesti rendezésem is egy Aiszkülosz volt, a Leláncolt Prométeusz a kamrában. Szóval az antik világ és a görög, a görög drámáknak a filozófiája és a lelkülete az mindig is vonzott. Ezeket mind az eredeti műveket, vagy hát természetesen magyar fordításban, de az eredeti fordításokat, vagy a fordításokat változtatás nélkül használtuk, és most jutottunk el odáig, hogy nagyon értékesek ezek a történetek, mi az elemzés során nagyon izgalmas helyekre jutunk el, az egyéves elemzés folyamán, hogy itt micsoda szálak, és micsoda feszültségek, és összefüggések, és nagy családi történetek vannak.
De azt vettük észre, hogy ehhez muszáj segíteni a nézőt, muszáj egy adaptációt készítenünk, mert ez egy annyira, szóval ha elkezdi az ember olvasni ezeket a drámákat, akkor az első oldalon annyi névvel és információval találkozik, ami annak idején 2500 évvel ezelőtt evidens volt, hogy melyik hősről és melyik csatáról van szó, de most kell egy lexikon, amit az ember felcsap, ami remek, mi megtesszük, sőt már nem is kell, mert már dolgoztunk vele annyit, hogy értjük, de szerettük volna egészen közel hozni, és szagossá és ízessé tenni az egészet. Az én érdeklődésem, mert biztos, hogy felkeltett, reméljük a nézők is így vannak ezzel, meddig és akkor pontosan hol lehet megtekinteni? Ez a Katona József Színházban megy, a Kamrában, ami a kamaratere, a kis színpad a Katonának, és hát ez megy havi rendszerességgel, 2-3 alkalommal a Katonában, általában nem tudom, hosszú évekig, amíg ki nem fut, és el nem fogynak a nézők. Na hát reméljük nem fogynak el a nézők, Tarnóczy Jakab, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Köszönöm.